De vártam, de izgatott vagyok. Jézusom, de izgatott vagyok. Igen, Kubut viszont. Halitelli Gors, itt vagyunk a Final Fantasy 1-nél. Egy nagyon jó ideje, tényleg nagyon régóta, tavaly előtt fogalmazódott meg bennem az, hogy 10 éves lesz ez a játék széria, 14-es és 21-ben lesz 10, és arra gondoltam, hogy idén megpróbálom kijátszani az első 4 játékot, és játszani a 5-kel meg a 6-kal is. Azért mondom, hogy nem az összes, vagy nem a első 6-ot akarom kijátszani, mert nem bízok benne, hogy egyáltalán ki tudom úgy játszani az összeset. Szóval az első 4-be talán bízok, hiszen azért ott talán maga egyszerű a dolgok, szóval 10 éve ismerjük már ezt a játékot, és tudjuk, hogy hogyan működik. Azért az 5-ben nem bízok, mert sose játszottam vele, meg a 6-kal se. Nagyon izgatott vagyok. Kurvára izgatott vagyok. Ez volt az egyik dolog, ami miatt váltam 2024-et, mert akarok ezzel a játékkal játszani. A gyerekkorom tényleg ott voltam a legelején, de ne is pofázok már ennyit, mert el kellene kezdeni játszani, úgyis a első éjszaka annyira nem nehéz. Night 1! Úristen, felvettek a Freddy pizzázójába. És itt vagyok az irodába. Night 1! Ó, Fongály! Hallgassuk meg, hogy mit mond a jó öreg telefonos kománk. De nem tudom, hogy mit akar mondani nekem. Hello, hello. I wanted to record a message for you to help you get set now. Nem tudom, tudom a történetet. Tudom, mert azóta úgy megvan csavarva, nem tudom most. Szóval nagyon érdekes lesz nekem ez újra élni, mert tényleg. Egyedül, tényleg. Anyád! Hát, kurva! Jézusom, de beszaltam! Bazd meg! Úristen! Az volt a baj, hogy nem néz... Várj, ez milyen, mikor jelenik meg? Milyen jelenik meg? Azt nem mondtam, hogy megidéztem Golden Freddy-t. Ha megidé... Van valami a falon? Össze van izélve a fal! Várj már! Igen, ez a konyha. Úristen! Ez amúgy ritka? Mert nem rémlik, nagyon sok dolog nem rémlik sajnos. Hiába vagyok egy nagy FNAF veterán. Tényleg minden évben újra nézem a Fright csatornát, szóval... Nem lehet rám azt mondani, hogy kiörögettem ebből a játékból. Ez nem egy időszak az életemben, hanem ez maga az életem. Szóval ez a FNAF, az én vagyok, szóval érted? És egy óra van, és még itt vannak, Fongály mondja nekem a izéket. Néha ki fogom majd kapcsolni a facecamet, hogy ne zavarjon engem majd, amikor játszok. Például Night-ot néz, szerintem nem lesz facecam, szóval akkor lehet, hogy karakterem lesz valahol elhelyezve. Ne haragudjatok, de sajnos telefonon így lehet megoldani. Azt akartam, hogy a másik telómmal felveszem a fészkemet, még ez lehet meg lesz oldva addigra, hogy ugye engem ne zavarjon. Ugye inkább még a Foxit nem kell nézni az első éjszakán. Remélem, mert nem akarom, hogy beköszönjük, hogy hello! Szóval azt akartam elmondani, hogy tényleg ott voltam a legelején ennek a játéknak, szóval 14-ben én is elkezdtem. Hát nem tudom mi hatására, őszintén, nem tudom mi volt az első dolog, ami... Szerintem a suli. Szerintem nekem is a suli, de úgy nincs meg a fejembe az, hogy hol kezdődött. Befogta? Jó, meg itt vannak. Szóval hogy nincs meg az első izé, hogy bementem a terembe, aztán azt fogadott, hogy mindenki játszik vele, vagy valami. Várj, azt mondja, 10 éve volt, én 10 éve voltam másodikos talán. Másodikos vagy harmadikos volt, aztán azért, nem tudom, akkori korban azért ez a játék még ijesztőbb, mint alapból. Szóval hogy mindig meg volt ez az atmoszférája ennek a játéknak, hogy nem tudod, hogy mikor válmi, meg stb. Nagyon egyszerű a játékmechanika. Mégis nagyon ijesztő, hiszen nem tudod, hogy mikor mi lesz meg. Maga az easter egg-ek, tudod, mint a Golden Freddy, vagy ez, ami előbb beszaratott, szóval, hogy sose tud... Mi volt az a lag? Szóval, hogy mindjárt megjelenik az ajtóba, Sparky amúgy. azon mondjuk beszalnák, ha betették volna, hogy tudod, így frissítésbe, egy titokba, aztán így néha megjelenik így egy millióból, aztán én kapom el. Szóval tényleg nagyon a gyerekkorom része, nagyon imádom, az áramat zabálom, mint egy fasz. Néha könyvbe lábad a szemem, a FNAF mozi után is amúgy könyvbe lábad, mert itt nem volt helyben, hanem én hazajöttem, aztán mondom, mi a fasz volt ez. Szóval nagyon jó volt az a nap a srácokkal, meg stb. De hogy alapból is az, hogy egy játékszéria határoz meg engem, és annak láttam a mozi filmjét, nagy vásznon, kurva nagy élmény voltam úgy. Tehát szerintem jelenleg az a legnagyobb élményem, ami volt így az a nap, szóval az nagyon jól sikerült. Nekem megvan, hogy papírra rajzoltuk le a karaktereket. Még másodikban. Nekem nagyon sok rajzfüzetem volt FNAF-ból.
egy-kettő jó lenne, ha meg lenne, mert nagyon sok volt. Rengeteg, szerintem. Ja, ugye rajzoltam izé normális füzetbe is, de voltak izé fnafos rajzfüzeteim, csináltuk ilyen képregényeket, stb. Nagyon sok olyan osztálytársam volt, aki amúgy ellenezte a fnafot, mégis be... Szóval mindenki belecsatlakozott, mégis ez egy akkora hype volt 14-ben, 15-ben, meg 16-ban, meg még talán 17-ben is, de inkább 16-ig mondanám, a FNAF 4-ig, hogy így nem tudtad elkerülni, bár ha nem tartottad ijesztőnek, akkor is játszottál vele. Ha izé utáltad, hogy ilyen robotos izé nyuszi, úristen Bonnie, pont rólad beszélek, szia, szia baby. Akkor is mindig elkapott az a játék, ez tényleg, nem tudom, ilyen játék nem lesz már, mint ez. Szóval lehet itt a Bandit mondani, hogy az is hasonló volt, vagy akár bármi. Nem, az, hogy nem tudják elkapni a pop, van ez a Puppy Playtime, ugye, ez a Poppy. Lehet akkor a hype-ban, úristen bazeg, jaj. Szóval lehet, mi a faszért nézem a Csika kameráját, amikor Csika még alszik. És remélem, alszik. Hol vagy? Hú, hé, várjál már, első éjszaka, várjál, ez, várjál, tesó. Én nem erre emlékszem, hogy Foxy az első éjszakán támad. Büdös köcsög róka. 50%-on van az áram, úgyhogy le is zárnám a faszomba, se lenne baj. Amúgy. Hú, geci. Geci, félek. Lássátok, ennyi a játék izé. Atmoszférája vagyok. Csika! Nem áll bazeg, mindenki rám jön. Mi a fasz? Hé. Nem tudom a kamerát felizélni. Mi van? Nem tudom a kamerát felnyitni! Ez most van bug, vagy... Bejött az irodába, vagy mi? Hát figyelj! Nincs itt senki. Jó, hát... ha nem nézem Foxit, az baj. Nem tudom megnyitni a kamerát. Azt hiszem konyhában van Csika. Hogy le felveszem a hangját, de nem tudom mennyire lesz nektek hangos. Fülhallgatóba kellene játszani, csak nem akarom elbaszni a... Hello, szia. Azt tudom. Jó, hát 40%-5 óra, nem tudom feljött a kamerát, nem tudom, ez bug. Igen, eredeti játékban nem volt ilyen. Baj. Bazd meg. Ja, jó, azt hittem dübögött. Elizélt. Nem. Oké. Okay. Hát, amúgy szerintem ez... Ez nem rip. Nem tudom feljutni a kamerát, mi a fasz? Nem tudom, hogy bug-e. Remélem nem. Ebben a játékban nem kötelező felnyitni a kamerát. Ugye a FNAF 2-ben a Pepet miatt muszáj. 6 óra! És kitakarom. 6 óra! Ey! Yeah! Ügyesek vagyunk, első éjszaka. Jó lenne két éjszakát vagy hármat most kinyomni. Amúgy. Szóval ja, azt törölt. Működik a kamera? Na azért. Akkor valami miatt nem lehetett felnyitni. Van köze Foxyhoz amúgy? Na hívjál öreg! Bár tudjuk a sztori, szóval inkább lelényítelek a faszba. Az a legszebb, nagyon sok izé szülő problémázott ugye ez a játékos, stb. Hogy jaj, ez nagyon ijesztő a gyereknek, hát oké, tényleg 11-12 évesek volt, de hogy még annyi se voltunk. Másodikban? Hát 9-10 éves voltam bro. Hogy a faszom lettem a 12 éves másodikban. A szülők problémáztak. Nálam ilyen probléma nem volt, szóval nem tiltottak el a játéktól. Nem emlékszem olyan beszélgetésre se. Bazeg azért... Na igen, hát... egy kis dagikám. Szóval, hogy... nem emlékszem olyan beszélgetésre se, ahol arról volt szó, hogy van ez a játék, és jaj, ne játsszak inkább vele, vagy valami. Szóval eltiltás biztos nem volt. Sokak jártak itt, szóval emlékszem, sokak jártak itt. De akkora baj nem volt vele, hiszen kint a udvaron játszottunk, fogtunk egy ilyen izékampot, tudjátok, van az a, majd felakasztják a ruhát, és azt letöltük, ugye, ilyen műanyagkampot, Csika is, bazd meg, hát, ezek nem szórakoznak, nem tudom, hol vagy, nem látom. Nem állok. Na mindig, szóval így, fogtuk a kampót, így összeizéltük a pulóvert, aztán így mi voltunk Foxik, meg ugye szemfedő, ilyen kalózos szemfedő, hát az
ilyen műanyag, azt lehet venni boltba, aztán... Ujjajajajajaj, ne nézzél felém! Hé, elkapcsoltam, hello. Ne nézzél felém. Bonnie, hol van? Itt vagy, jó, oké. Nem tudtam, hogy hol vagy, tesó. Jó van, oké. Minden oké, jó, fasza. Tényleg, annyira meghatározó, hogy így 10 év után azt gondolnád, hogy ez a gyerekkorod része, szóval gyerekes dolog játszani már ezzel, akárcsak, mit tudom én, hello Foxy. Szóval, hogy nem nézel már olyan mesét, amit, mit tudom én, 10 éves korodban néztél, mit tudom én, Kalandra fel vagy valami, mert azt gondolod, hogy úristen, hát ezt 10 évesen szerettem, akkor már 18 évesen vagy több évesen miért kellene ezt szeretnem? Hát már felnőttem, már ki, az a gyerekkorom része. Az egész életed része lehet egy játék, akár vagy bármi sorozat, vagy izé, nem muszáj izéként kezelned a gyerekkorod részeként. Főleg, ha még élvezed, szóval, hogy ha szereted a gyerekkorodat, szereted azt, amiben voltál, és szeretnél ugyanabban lenni, mert még élvezed, menjél, nem cringe, nem izé, én tényleg úgy gondolom, lehet ezt felnőtt fejjel is kezelni. Főleg ezt a játékot igazából, mert már hogy nézzük, a FNAF, azt még idős fejjel jobb felfogni, mármint a történetet. Mert azért kicsikét is meg volt azért, hogy hoppá, hát itt vannak gyilkosságok, meg stb. De kicsit másabb volt az egész, vagy kicsit másabb nem, inkább az SFM videók vitték el, amik nem a történetre mentek, hanem ilyen fasságok voltak, szóval Csika imádott pizzát enni, Freddy az izé, mindig bealudt, vagy mit tudom én, meg Bonnie, meg Csikával összejött, meg Foxy izé, Mengőle, szóval, hogy ezekről szóltak még eleinte nekünk a... Hát a SFM ezekről szólt. Úristen, napestig nézik a FNAF izé SFM videókat. Majd szeretnék belőle ilyen reakció videót, mert amúgy nagyon sok régi van, amit nem láttam, és tudnák hozzáfűzni emlékeket, meg sztorikat. Ugye szemtek óra, vagy bármi, aztán volt ilyen szabad foglalkozás az utolsó 10 percben, felmentünk YouTube-nak, FNAF izé SFM meg ilyesmi. Meg ugye az izé, napközibe például. Napközibe ugye volt olyan, hogy mindenki megcsinálta a ház és stb. Na mehettünk izé be a szemtek, számítástechnika izé szobába. Ó, hello. Szóval már te itt állsz. Szóval bementünk abba a szobába, aztán lehetett nézni, izé, lányok anott alkoztak, meg mit tudom én, balbis játéka. Mi a fasz volt az a glitch? Hogy én izé váltottam hihetlen kamerát? Jó, ezt most lezárom hihetem, mert megint nem engedi a kamerát? Ez valami izé? Nem? Hello. Tök jó, hogy vannak ilyen hangeffektek. Régen amúgy ezek ugyanúgy megvoltak, mégis nem hallottam ki, vagy nem tudom. Ja, meg amiatt, mert be voltam szólva amúgy ez. Miért nem tudom felnyitni a kamerát? Ez nagyon érdekes. Azért megy a... ez az izé szar, ami eszi az áramot, ugye. Amúgy Cupcake a legérdekesebb, ugye régen volt olyan teória, hogy Cupcake az vagy Csika lássa azt, ami Cupcake, ami amúgy a FNAF mozi filmben hasonló volt, volt egy ilyen, nem tudom, úgy nagyon összedolgoztak, szóval így, nem tudom, hogy Cupcake szemszögét lássa egy Csika, vagy valami. Két lélek össze van-e kapcsolva például. Vagy egy lélek van benne, ugye. Na az is lehet. De nem tudom. Nem 5 óra. Jó, hát ezt szerintem ez már, ez win. Ez most win. Ez már win. Oké, hogy a kamerát nem tudom felnyitni. Pedig Foxy csekkolnám. De ez egy abszolút kivittük a másik éjszakát is. Nem tudom. Nem tudtam a kamerát felnyitni, ezt nem tudtam, hogy csak úgy benéz. Azt hittem, hogy ha ránézek arra a kamerára, ahol elkezd futni, akkor tud csak így izé megijeszteni. Basszus! De beszartam. Csak nem is max hangerről játszik, szóval így is meg lehet ijedni ettől a játéktól. Na hát az a helyzet, hogy a második éjszakát így én videóba felvettem.
mert ki akartam vinni ebbe a videóba, csak hát már nem akartam facecam-ben izélni, meg nem tudtam, hogy esetleg az zavar, hogy a videó felvételben ott a facecam, és amiatt nem engedte a kamerát. Nem tudtam, hogy mi a megoldás erre, de itt engedte rendesen a kamerát, már 5 óra is fel tudom nyitni, stb. Szóval nem tudom, szerintem csak egy bug volt, lehet, hogy ki kellett volna lépni a játékba és vissza be, és megvan oldva, viszont sikeresen kivittem a hatodik éjszakát. Ha jó is lenne így az első videóban, mert így ki is izélem, fullozom a játékot, de ja, yeah! Hát ez lett volna az első videóm a FNAF-ból, bár idén, bár nem is volt még FNAF gameplay az a csatornán 7 év alatt. Zárjuk le a videót méltóan,